Sziasztok, én Oláh Gellért vagyok, ez itt a Létszfalva. Ez pedig egy hal. Az elkövetkezendő hetekben bebizonyítjuk nektek, hogy a baloldali újságírók folyamatos fake news tolnak, hazudnak reggel, délben és este. Kövessetek minket! Bizonyára ti is észrevettétek, hogy az Orbán kormány beiktatása óta az ellenzéki lapok egyetlen egy jóindulatú, megértő, netán objektív cikket sem közöltek a kormány működéséről. Miért van ez? Nem tettétek fel magatoknak a kérdést? Megtesszük mi helyettetek. A vágyvezérelt baloldali újságírás 4 alaptopaszra épül. Hétről hétre elmondják, hogy Magyarországon leépítik a demokráciát. Megírják, hogy nincs sajtószabadság. Kifejtik, hogy a gazdasági teljesítmény fenntarthatatlan, és megspékelik ezt azzal, hogy milliók vándorolnak el az országból. Ez természetesen nem igaz. Vegyük őket sorra. Magyarországon, Európában egyedülálló módon rengeteg ellenzéki lap működik. Kezdve az Indextől, egészen a 444-en át, a hvg.hu-ig. Tehát Magyarországon él és virul a sajtószabadság. Ebben is hazudtak. A másik nagy baloldali mítosz a demokrácia féltés. Baloldali megmondó emberek folyamatosan azon rinyálnak, hogy Orbán leépíti a demokráciát, megszünteti a fékek és ellensúlyok rendszerét, átírja az alaptörvényt. Magyarországon szombaton, hivatalosan, ünnepélyesen, deklaráltan, nyilvánosan megszűnt a demokrácia. Ez nem tréfa. Nézzük a kivándorlás kérdését. Teljesen fölösleges az Indexnek megírni azt, hogy milliók hagyják el az országot, miközben ez nem igaz. A KS adatai alátámasztották, hogy Magyarországról vándoroltak el a legkevesebben a régióból. Sőt, egyre többen jönnek haza Magyarországra, hiszen nyugaton a helyzet nemhogy változatlan, hanem fenntarthatatlan. Az elmúlt években az egyértelművé vált, hogy a baloldali pártok szerepét a baloldali médiumok vették át. A baloldali újságírás narratíva építő szerepéről olvassátok el ezeket a cikkeket, és küldjetek be ti is olyan hírt, amelyben kimutatható a baloldali álhírgyártás miben léte. Sziasztok!